operaénekes, publicista, televíziós műsorvezető és a Magyar Állami Operaház főigazgatója. Ókovás Szilveszter a vendégem a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában a Mi vagyunk a Magyarokban. Szilveszter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és egy Aktuális dologgal kezdeném a beszélgetésünket. Minap olvastam rólad és a feleségedről, hogy a Highlights of Hungary-nek lettetek a nagykövetei. Szerintem a nézők kedvéért egyáltalán avassuk be őket, hogy ez mit is jelent pontosan, és miért pont rátok esett a Highlights of Hungary választása? Örömmel jöttem ide, ahol valaha a Hír TV hőskorában mi is vettünk főműsorokat. Hazajöttél. Ha igen, 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 tényleg, tényleg. Nem emlékszem, hogy ahol te most nagyjából ülsz, ott, ott volt egy festő létre. Műsor így volt berendezve éppen akkor, és Cseh Tamás egyik dalát énekelt ott József Attiláról, és aztán többször meg kellett állnunk. De persze az én fülemben volt az utasító, nem a övében. Tamás énekelt, énekelt, és a rendező mondta a hogy figyelj, az elejét elszúrtuk, nem tudtunk elindulni valahogy, mondd meg neki, hogy kezdje újra. Könnyű feladat. Én a először találkoztam Cseh Tamással. Tudják, hogy sajnos újra. Újra? Jó, de aztán megint újra kellett kezdeni. Szóval kibonítottuk, utána viszont itt estéig, itt a kis zsibongóban folyta, a kávézás, köztem meg én köztem, és sosem iszom kávét. Majd mesélek a válaszról is, ó. Neki viszont egy, 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 kis hölgy, ugye ez egy olyan büfé, el a nézőknek, amit körbe van, tehát tulajdonképpen egy szigetként működik ebben a aulában, és azt vettem észre, illetve egy darabig nem is vettem észre, hogy a kis hölgy mindig kijön abból a körből, és bemegy oldalt egy ajta, aztán vissza és hozza a tanásnak a kávét. De miért gyanús, én nem, gyanús, gyanús. Én nem, lett gyanús, egy idő után, mikor már nagyon-nagyon fölbátorodott, és rengeteg sztorit mondott, és már régi ismerősként üdvözölt engem, hogy jöttem rá, hogy kapott kávé helyett, igen. De rettentő jó, de volt, úgyhogy jó, emlékszem rá. Hát, hát, hogy ez a mostani is olyan lesz. <coughs> a Highlights of Hungary. Majd kint kávézunk, vicces kávézunk utána. <coughs> igen, jó. <coughs> Tehát ez a Highlights of Hungary, ez egy, ez egy felfedező műsor tulajdonképpen. Tehát olyan mintákat, példákat, vagy ahogy ma szokás mondani, jó gyakorlatokat kell találni, akik ráadásul, akik, mert ugye néha cégről van szó, néha közösségről, néha egy-egy emberről, akik ebben az évben valami példamutatót, valami előre mutatót, innovatívat cselekedtek, és, a, és van azt hiszem 12 ilyen fölkért ember, ezek a nagykövetek, mi Zsuzsival ketten vagyunk, ketten számítunk egynek, és akkor így nekünk kell javaslatokat tenni ezekre. Úgyhogy nagy dolog, mert mert az ember elkezdi számba venni a, a neki tetsző dolgokat, meg cselekedeteket, és akkor ki kell abból választani, jó, de melyiknek volt idénhez köthető kifejezett aktivitása. Ja, úgyhogy még nem vagyunk a végén ennek a, ennek a válogatásnak, de már most izgalmas. Ebből is kiindulva, alapvetően azért elmondható rólad, hogy egy cselekvő ember vagy, egy olyan ember, aki mindig mozgásban van, mindig csinál valamit. Honnan ered ez? Igen, cselekvőnek gondolnám magamat, de <coughs> van mindig egy lelki is egyébként. Tehát, hogy jól lehet, például az apám szobafestő volt, és azt mondják, mert hát nem éltünk együtt gyakorlatilag, de azt, azt, azt mondják, hogy nagyon ügyes keze volt. most az én kezem nem ügyes, és valahogy én ebbe a családban ilyen első diplomásként születtem, és, és nekem ez a szellem, szellemi rész maradt a zene ami önmagában nem egy, nem egy uh, falatrakó, vagy, vagy vagy tetőtárcsoló szakma, és és emiatt van bennem mindig valami olyan hiányérzet, hogy, hogy miért nem tudok én valamit a szavakon, vagy a zenén túl is csinálni. Úgyhogy mivel ezen nem tudok felülkerekedni. hiányérzet hiányérzetként éled meg? Hát tehát... igen, tehát én, én nem tudom megtanítani a számos gyermekemnek, hogy tudom én hogyan kell Marha jól tiplizni a falban. Tehát tudok valahogy, de mondjuk úgy, hogy a módszer nem kifogástalan, vagy a, vagy az eljárás, vagy megakadok időnként. Sogorom például ebbe. szuper, de én nem. És, de és nem, nem gondolod úgy, hogy egy ember, mondjuk tehetséges, vagy tehetséges <laughs> vagy a zenében, tehetséges vagy a szervezésben, tehetséges vagy akár a műsorvezetésben, írásban, hogy nem Elég ez a tehetség arra, tehát hogy van benned lelkismeret, vagy hiányérzet azzal kapcsolatban. Ez csak azért kérdezem, amit mondasz, mert ebből nem a. legyen pontból, benned is, igen, igen. A a te azt akartad mondani, hogy pont én nem érzem <laughs> magam emiatt, pedig hasonló beállítottságú <laughs> ember vagyok, hogy. Most ezzel nem akarok büszkélkedni, de egy ilyen villanykörtek kicseréléséhez, nem tudom, apukámnak vagy egy szerelőnek Jó, szólok nem, egy, ezt, kis, túl, egy nem, kis túlzással. Ezt azért megoldjuk, egy, neked egy is majd, még több gyereked lesz, még nagyobbak lesznek és, de, de hogy benne és nincs, nincs lelki ráfordulás semmi. De legyen, mert amit felsoroltál, az akár engem érintve, akár ha magadról beszélsz, ez mind ugyanaz az egy. Tehát az műsorvezető, meg énekes, meg... Meg, meg színházat vezetni, ez ugyanaz. Ez, ugy, ez ugyanaz az exhibicionizmusból kinövő most tudom, szervezési készség, rosszul szóval, magamutogatási hajlam, valójában nem, kifejezési készség. Ez ugyanaz, és <coughs> azért mi is közben kéne, hogy két lábon a földön járó emberek legyünk. tehát... A kell ez, szerinted? Hát nem is, hát van egy nem túl nagy házunk, ebben élünk, mióta Zsuzsival megismertük egymást közben lett négy gyerek, ide, ide kéne egy főállású gondok. Tehát ami tönkre tud menni, mindenféle gépek, eszközök, ez lehajlik, az, az betört. És máshol vannak a pukák, még zenészapukák is vannak, tehát Aki ismerek olyat, akik ezt is remekül megoldják, sőt, sőt, még jobbak vagy. Tehát, úgyhogy ez nekem örök probléma lesz, de ide, ide akartam írni azt végére, hogy de, de ha már nem tudok megváltozni, újra születni nem tudok, ezért legalább ez arra sarkal, hogy a, hogy a mi munkánk által, amihez megértünk talán, azzal viszont nagyon sok ilyen kétkezi doer, kétkezi cselekvő embernek a relaxálását, újraépülését, vagy szellemi <tosz> utaztatását jól, jól, oldjuk meg. Tehát, hogy nem mindegy, hogy az ember a nézők elé mit tesz le. Hát, tehát, ha már nekünk ez jutott, és ezt szívesen csináljuk, akkor legalább figyeljünk oda, hogy hogy jól csináljuk. Szóval ez, ezzel akar. teljes mértékben egyet tudok már érteni. Az elejével... És mennyivel könnyebb, mint gipszkartonozni. Igen. Viszonyítás kérdése szerintem alapvetően, de ezzel nem fogunk... Nem, egyet érteni ezzel mennyivel könnyebb, mint mondjuk műgyantázni. <laughs> ja, nem, fogok, nem fogok most összeveszni veled, de tudnék, tudnék vitatkozni. Nem, ezzel tehát, hogy nem csak... a tévézés könnyebb, mint műgyantázni, mert azt szerintem egyformán nehéz, hanem egyetérteni azzal, hogy inkább jól tévézünk, semmint, hogy, ja, az, semmit, az, az, hogy az műgyantázni kezdjünk. Ez nem kérdés. Ezzel ez, könnyebb, ez, mint műgyantázni. Ez, ez így van. Szóval az érdekelne, hogy az, aki ma vagy, ez honnan ered, és milyen lépcsőfokok során lettél az, aki vagy. Említetted már a szüleidet. Tehát alapvetően nem egy zenész családban nőttél fel. Hogyha jól tudom, zenészt vagy zenéhez, köthető embert kellene keresni a családodban, az az a nagyapád, édesanyád apukája, aki kántor volt egy zala <coughs> településben így van, településen, így van. tehát ugye ez a zenei kötődés. Igen, és akkor hogy, hogy lettél te? Zenész lényegében. Lehet egy hamis életrajzom is, amelyikben fölnagyítunk egyébként kis jelentőségi dolgokat, az akkor úgy nézne ki, hogy igen, valóban nagyapám, tudnám úgy mondani, és félig igaz is lenne, Nagyapám minden áldott reggel és este az orgonánál ült. És így köszöntötte a családját. <laughs> Igen, de nem orgonoművész <laughs> volt, hanem egy parasztember, aki egyébként az öt órás a Roláte után, ugye most jönnek a Roláték, advent van, Roráte után, amit <coughs> kilenc újával, amelyet egyszer a Szecskavágó megsemmisített kettőt, azzal nagyjából leorgonálta, amit le kellett, majd kiment, de büszke is volt, és utána megrakta a trágyás szekeret, és aztán elvégezte a napi teendőit az állatokkal, meg a földön, meg a szőlővel, és utána este visszaült, persze meg és akkor megint orgonálgatott. A szüleim pedig kórusban ismerkedtek meg. Hát akkor Na. mégiscsak azért... De egyiknek se volt hangja. Anyukának szép mély hangja van, de valójában nem voltak énekes fenoménok, tehát innen nézve, mondom, akár zenei Indítatás és kiutatottam volna, de valójában ezek, ezek csak ilyen pseudo dolgok, valójában a kóruséneklés a 60-as, 70-es évek civil Magyarországához hozzátartozott. Ma már nincs így, sajnálatos. Úgyhogy nincs igazi zenei indítatásom, az anyukám azért uh, vitte engem zenéskolába, mert gyerekkori aszmám volt, és <kül> valahol hallotta, hogy a viták kapacit, tüdőnek a tágolékonysága és levegő megtartó képessége az a fúvós hangszerek által fejleszthető, a részfúvósok és Idetem trombitás, aztán utána hasonlás És akkor egészségügyi okokból lettél opera <laughs> Tulajdonképpen lerakkantottak énekesnek, igen. <laughs> ez, a, ez, a, ez, a, helyzet, de, de, az is igaz persze, hogy, hogy egész őszintén, <laughs> hogy gyerekkoromban a Veszprémben én ott születtem, a, a várban a nagyszüleimmel éltük az életünket, minden nap fölmentünk oda, és, és a Szent én voltam fönn a minisztás, felolvastam az összes olvasmányt, <coughs> nagyon nagy örömmel is, csepp izgalom nélkül, tényleg egy nagyon, az, egy bazilika a Veszprémi templom, az a, a, akkor még püspöki érseki templom, és, és ha sátoros ünnepek jöttek, és kispapok is érkeztek, akkor megőrültek, mert a szoprá hangomon üvöltöttem. Ugye a nagyapám révén tudtam minden Szent vagy Uram éneket, és szóval az éneklés az a, így aludtam el, nincs testvérem, magamat altattam el, így aludtam el, hogy énekeltem, és az is igaz, hogy az első osztályban, az nagyon durva időben volt, akkor még a szüleid se születtek meg, neked 1977. februárjában kellett lenni annak az első osztályos falsangi bának, amelyet <kül> már én vezettem, Van arról a kép, hogy hopmesterként állok ott egy bottal, és tudom, hogy hogy ellögdöstem az embereket, ha versmondásról vagy ilyesmiről volt szó. Tehát mindig is egy ilyen exhibicionista hajlam voltál? Ez, ez, sajnos ez van. Nem, ez nem, szerintem nem sajnos. Hát az éneket idegesíthetett, de igen, ez van. És, és, nagyon sajnálom azt, aki egyébként stresszként éli meg, és csinálnia kell, vagy úgy érzi, hogy csinálnia kell. Én tanárként sokszor voltam úgy, most inkább már csak zsűrizem, de, de most is látok olyat, most pont a múlt hetekben is láttam egy ilyen kislányt, aki gyakorlatilag a színpadon kapott infarktust és nem tudta, és nem tudta és nem tudta elkezdeni, ezt nem kell csinálni emberekkel, tehát vannak olyan fajták, azokra rá kell jönni, ki kell őket választani, akik erre születtek és ebben jók és, és ettől nem mennek tönkre. Tehát azt mondod, hogy azért ennek a szakmának és most itt beszélhetünk az operaénekesi szakmáról, a, a zenészről, a műsorvezetőről, a televíziósról, bármiről, hogy egy szinten kell születni rá, és egy szinten nyilvánvalóan kell tanulni is, de kell, hogy legyen egy alapadottság, egy, 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 alkat hozzá? Hát egészen biztos. Tehát az nem mondom, hogy elég, te sem ezt mondtad, hanem hogy van egy, van egy, alkat, egy adottság, és az ember még csak azt érzi, hogy ki akar, ki akar valamit fejezni, vagy hogy képes arra, hogy elmondja a kereteit annak, ami majd következik. De aztán előbb-utóbb meg kell, meg kell születni annak is, hogy mi fog követni. Tehát, hogy mit, mit akarsz te mondani? Oké, okay, hogy el tudod mondani, de mit? Mások írják meg, és euh, részint ez egy átfed a politikával is, természetesen, de, de hogy ne, szóval ez, ezek után viszont, viszont valamiféle tartalmat kell embernek a fejébe vennie, meg egy irányt, mit akar csinálni, és könnyen lehet, hogy, hogy benne, van az, benne, van a kifejezési vágy, de végül még sem lesz sikeres operaénekes, és lám van ilyen, itt tudok én is. Tehát csináltam, csináltam, de nem voltam vele olyan sikeres, mint amilyen szerettem volna, hogy legyek. És akkor rá kellett jönnöm, hogy a, a másik oldalom, ami a közélet iránt mindig vonzott, hogy akkor azzal kell kicsit foglalkoznom, és aztán kettő az operában tulajdonképpen összeért, és ma már az opera és a, a COVID-miatti mindenféle stream világ, hát meg a publicitás ennek az egésznek annyi féle szereplést követel meg hogy lassan már majdnem annyit tévézem, mint tévéskoromban, csak a másik székben ülök. Úgyhogy ez a kettő összeértés, most így én, én jó helyen vagyok, én nem akarok miniszter lenni, én nem, de én, 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 a, én az életem csúcsán vagyok, és <coughs> ha még egy kicsit itt lehetek, azért csak hálás tudok majd lenni. És előbb mondtad, hogy amikor minisztráltál már akkor is, meg ha jól emlékszem, az iskolai ünnepsége... Már megint a miniszter előjött, látod? Ugye a <laughs> igen, igen, így van, igen. A igen. Hogy, Hogy mondtad, hogy akkor sem izgultál, ez még fiatal gyerekkorodban volt, de azért előfordult, vagy fordul veled olyan helyzet, amikor mondjuk szerepelned kell, és van azért egy ilyen egészséges izgalom benned? Pici van, de ugye ezt, <coughs> ezt az, aki tudja, miről beszélek, pontosan érzi, tehát olyasfajta izgalom van az emberben, ami kivinni a színpadra. Tehát amikor várod, hogy, vá, igen, várod hogy kimes és elmondhass, és fogalmazod, és igen, és vagy, ja, hogy ja, azt is. Tehát egy, egyfajta proaktivitás, egy előremutató izgalom van. És ugye van egy olyan, olyan, olyan rossz izgalom, ami szintén sok-sok, sőt, még több embernek a sajátja, amelyik visszafogná, tehát, hogy nem nem, 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 lesz ez jó, Á, hagyjuk a francba. Na, tehát, tehát ezt kell megkülönböztetni énektanárnak, riporter kerestetik versenyen zsűrizőnek, vagy egyszer valaki megkeres, és akkor van, és látod, hogy hogy őt ez az izgalom visszafogja, lesápasztja. Az izgalom akkor, akkor, jó, ez az érdekes druk, ez a, nem is tudom, ez a, ez a vibráló, különös, majdnem csak flow élmény egyébként, ami, hogyha így az ember el, el, el is, emeli, és, és, és meg könnyű, könnyűvé teszi a dolgokat. Tehát nagyon érdekes, egyszer vezettem egy, talán 2006-ban, azon az ominózós önkormányzati választáson, amin, amin a Fidesz mindet megnyert, akkor volt egy nagy körkapcsolásunk a ITV-vel, és, és azt én vezettem, és hát nem tudom, három-négy óra telt el. És olyan típusú élmény volt nekem, addig nem csináltam ilyet, és később sem, aztán mindig valahol másnál jelentkeztetek be. Úgy látszik, ennyire voltam sikeres. De, de nem, tényleg, emlékszem, hogy voltak meghívott vendégek, meg Sárfavi Péter, a többiek ott, 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 ott hátul bűvölték a táblákat, és eltelt három-négy óra, de, de itt ittuk a vizeket, de most a hólyagom se jelzett, meg semmim se. Szóval úgy, úgy mentem haza, hogy még kettő ilyet bátran bármikor. Rá, izgalmas volt az egész, pozitív volt, és, és, jó volt a kollégákkal együtt lenni, úgyhogy na, ez egy klassz dolog, és ezt hívjuk talán hivatásnak. Lehet, hogy másnak a sebészség, vagy valahol máshol pedig, nem tudom, egy nagyszerű takarító csapattal van ez az érzés. Mondtad, hogy úgy érzed, hogy most vagy a helyeden, most vagy a pályád életed Csúcsán, az érdekelne, hogy ez az érzés, hogy jó helyen vagy, azt csinálod, amit szeretnél, ez csak most van meg, vagy az életednek minden egyes szakaszában úgy érezted, hogy te most vagy, most vagy a helyeden, és azt csinálod, amit most szeretnél, vagy amihez most van kedved? Tulajdonképpen azt hiszem, hogy, hogy képes voltam mindig ezt érezni. Tehát amellett, hogy fontosan aggódtam az, azért, hogy, hogy mi lesz velem, főleg így anyagi értelemben, mert az egy nagyon, nagyon nulla volt. De, de valójában, ha, ha belegondolok, hogy a diplomáim óta mi történt velem, tök érdekes helyeken dolgoztam. Oktatási minisztériumban jártam vidékre, Torgyán József területfejlesztési tanácsülésein vehettem részt, mint az oktatási minisztérium képviselője, vagy, vagy dolgoztam a parlamentben, a miniszterelnök, aki akkor is Orbán Viktor volt, csak ez már nagyon régen volt. ez az első Orbán. Igen, igen, az ő szövegeit készítettük elő, tettetesen izgalmas volt, tényleg talán nem is kell mondani mennyire. utána már operáztam négy évet, az is az, egy nagy, nagy élmény volt, azt jött a tévédés, és aztán megint az opera van, és a tévédés sem maradt el. Tehát, hogy tulajdonképpen én nagyon egy vágányon, vagy egy olyan sinen aminek a két, két acélhúzala azért nagyon egy, közel van egymáshoz, és folyamatos élvezet. Persze, ha most megkérdezem néhány nap estején az operából, de az operából az a jövet, tehát nem... A tévé rádió az lupickolás. De, de az opera ilyen értelemben egy picit azért más is, mert ez mégis 1500 embernek a keresete, egy nagy intézménynek, egy nagy 134 éves intézménynek az élete, itt, itt, a, itt a Covid, a nézők, a műsor, a rendezők, a karmesterek, mindenféle tényező, ugye, Folyamatosan változik. Tehát vannak olyan esték, amikor az ember azt mondja, hogy ezt ne, ezt ne. Sz -ne, -jöhet, -ne. A, jöhet az a bizonyos kávé unikuma, nem? É, Tehát, igen, jöhet a másféle. És aztán jön a, jön a, jön a reggel, és még gondolkoztam ezen is, hogy hogy nem is megbocsátok, illetve megbocsátok is embereknek, mert nagyon, na, nagyon nehéz fáradtságos tartani a haragot. De ugye a keresztény elvég is azt mondják, hogy annak lehet megbocsátani, ki egyébként meg is bűnhődött ezért, vagy legalábbis bevallotta a vétkét. De én ezeket ki is tudom magamból aludni. És, és akkor így ezek a, ezek a napi föltámadások, amíg megtörténnek, addig még bírom, de hozzáteszem, hogy az operázban a, az átlagos főigazgatói ciklus az, az 3-4 év. És az, hogy nekem már itt tíz és félnél tartok, ez... tehát ez, ez megmagyarázza azt, hogy miért érzem nehéznek. Csak hát pont olyan periódusban vagyunk, amikor, amikor átadunk mindenféle 8-10 éven át göngyölt, meg ö, nagy, nehezen összerakott dolgokat, és ö, most még jó lenne egy kicsit ezeket működtetni. Na mindjárt ezekről beszélünk még, de a zenei indítatás abból a szempontból is érdekel, hogy utána néztem, hogy a, a Lovasi Gimnáziumban, Veszprémben, ahol te jártál, hát komoly. Rokzenekarod volt is. Az érdekelne, hogy aki komoly zenével foglalkozik alapvetően, sokszor találkoztam már olyan emberrel, aki, hogy komoly zene. Tehát a, a könnyű zene, a populári zene az, az nem is létezik. Aki olyat hallgat, az nem is ember nagyjából. Biztos, hogy találkoztál már ilyenek, ilyenekkel. Viszont akkor nálad megfér a kettő, vagy megfért a kettő? Hát megfért, megfért mert... Hát ugye most megpróbálok egy nagyszabású zenei gondolatmenetet megspórolni, tehát hogy a, az első világháború, a nagyon hosszú 19. század, amelynek az eleje, az, az előzőben a 18. csúszott bele, tehát Mozart és Kola, és aztán a vége is átnyúlt a 20. ba első világháborúig, tehát amíg ez a század le nem csengett, addig, addig tulajdonképpen ugyanazok a szerzők írták ugyanazon műveket, vagy más műveket, de ugyanaz szerző írta szórakozásra, tehát mondjuk egy Lendler, vagy egy kontratánc, vagy egy ilyen kocsmai izé, ugyanúgy kikerült mondjuk Mozart kezéből, vagy, vagy Brahms is írt ilyeneket, vagy keringőket, és aztán a világégés után, amikor, amikor a képzőművészet és a zenőművészet is elfordult a, az absztrakt irányába, mert nem tudta feldolgozni azt, amit történt az első világháború során, és jött a kommunizmus, ami szintén egy, egy elképesztő nagy sok volt a világ számára, akkor ezek így eltávolodtak, és jött az amerikai hatás, a, a, feketék zenéje, görsvén, és aztán ezek így elváltak egymástól. És azóta fura feltett ezt a kérdést tenni, hogy most akkor is tényleg ő, meg ő ismerik egymást, és, is. és, és ez úgy van, hogy persze a klasszikus zenész is benne él a popzenében manapság, hát egy liftbe belépünk vagy bárhova, ez a zene szó, és emlékszem a hetedik osztályos farsangunkra, amikor az első könnyűzené fellépésem volt, és totál és Gianni Morandi Térden állva előtted című dalát énekeltem el, vagyis tátogtam el. <Szorítan> Tudom, a szövegét még olaszul, de úgy hallgattam le. Viszont a szalagos magnót bekapta a Rohat rohadt fej. Azt úgy, már nehéz volt elplébe kelni. Valahol a közepén megállt az egész, úgyhogy a következő évben még fából készült gitárokkal előadtuk a Bábú vagy című Kft. számot, az még szintén zeneileg valahogy playback volt, vagy zongorázott valaki talán? Igen, azt hiszem Gózonákos az élet és tudomány mai főszerkesztője, ő osztályzása volt, ő zongorázott, és mi többiek pedig rikácsoltunk valamit, de egy évek később már volt saját zenekarunk, és akkor már vettem egy baszgitárt, és akkor innentől már rendbe voltunk. Innen folytatjuk a beszélgetést most, elmegyünk egy gyors szünetre, és jövünk vissza. És ahogy ígértem már itt is, vagyunk. Okovács Szilveszterrel beszélgetek ma este. Na térjünk át akkor az Operaházra, amely a tervek szerint jövő tavaszra, március környékén el is fog készülni, mert a felújítási munkálatok. Egy borzasztóan nagy melóról van szó. Láttam felvételeket, meg már beszélgettünk erről, hogy, hogy ez egy olyan hiány, amelyet most bepótoltok, amelyet már évekkel ezelőtt meg kellett volna tenni, de most végre elkészül az operaház. Mekkora beruházásról van szó, szóval hogy képzeljük ezt el? Most mondhatnám azt, hogy Berlinben az ennél kicsit kisebb operaházat, a berlini állami operát, ez az az opera, ahol most a diótörőt nem játszák el. Mert, Írtál is erről egy publicisztikát, mert a, majd, majd le, a beszélünk szerintem <laughs> róla. Szóval ez az a ház, ez nyolc évig re renováltatott. Most a mienk négy és fél, tehát mondhatnám ez gyors munkának is, de valójában persze nem lehet itt gyorsan dolgozni, mert mert minden, amit az embernek kívül kell tölteni a, a fő otthonán, az lassúnak tűnik. Tehát való igaz, hogy amikor 1980-84 között restaurálni próbálták a házat, akkor egy gyakori már egyébként az ndk is meghaladó technológiát tettek bele a színpadtechnikába. Ezt kevesen tudják, mert... Aki prózai színházba jár, az a színpadtechnikából nem sokat érzékel, néha lát esetleg forgószínpadot, meg ugye föntől jönnek le, ha van zsinórpadlás, jönnek le esetleg díszetelemek, de az operában íből Miklós óta egy nagyon komoly színpadtechnika volt, akkor világelső volt a ház az Asfaleia nevű rendszerrel, amit ott először építettek meg, Nek az a lényege, hogy mondjuk, a, mondjuk feléd van a színpad, és akkor keresztbe állnak benne utcák, hatalmas tömbjei a színpadnak, ki tudnak emelkedni, le tudnak süllyedni. Hmm. És emellett még oldalt vannak pódiumok, tudnak, -tudnak dőlni, és ezen kívül van még forgószínpad, szóval egy rendkívül bonyolult szerkezet, amelyet akkor kicseréltek, de de nem volt igazán sosem jó a működése, hangos volt, remegett az egész színház, és nem volt megbízható, és már sokan tolták maguk előtt ezt az egészet, hogy meglépjék meg közben az óparaház, meg mint épület tulajdonképpen funkcionált, szép volt, már újra nem lett fekete, mint 80-ig befeketedett, ugye kevésbé <coughs> szennyezőek az autókat az Andrási, úgyhogy nekem is évekbe telt, míg a kollégáimmal azt kisakkoztuk, hogy akkor évekkel előre elkészítve az egészet mégis megállítjuk, és beleszeretetjük ezt az új technológiát. És mivel ez az legnagyobb állami intézmény, és a legértékesebb is ezért, meg az épület maga egy fantasztikus érték, a leglátogatottabb magyar műemlékek egyike. Tehát a Mátyás Templom, Balázsbástya, parlament, parlament, és ott van az operaház, a Bazilika, oké, okay, az is, de úgy itt Pesten legalábbis. És, és ezért tudomásuk kellett vennem, és ez, ez nekem sem volt könnyű, hogy ezt lenyeljem, hogy ha már a házat megállítjuk, akkor nem csak én mondom meg, hogy itt mi történik, hanem az állam is létezik, Állami operaház, és az állam úgy döntött, hogy akkor ez most egy teljes körű rekonstrukció, hogy később ne nyervogjunk, hogy akkor na, most akkor majd még a tetőt, meg a pincét. De én csak azért akartam azokat úgy, bécsi módon, mert ott az a fontos, hogy a ház menjen, uh -huh. a ház működjön. Itt az állam ezt másképp látta, és, és idővel el tudom fogadni ezt, főleg, hogy most a végére érünk. Főleg, hogyha kész lesz nem sokára. Főleg, nem. hogy kész lesz, meg főleg azért, mert, mert, mert közben a kormányzat meg rendes is volt, megértette, hogy szükségünk van egy, egy, másik objektumra, amit szintén régóta szerettem volna már, ez az Eiffel műhelyház lett, és ott tudtunk játszani is, meg az Erkel is természetesen, azt is sikerült egy kicsit helyrepofozni pofozni addigra, úgyhogy végül is minden jó, ha jó a vége, és lesz most egy skatójából kihúzott új operáházuk, amelyek nem csak a színpad technikája van megújítva, hanem tulajdonképpen minden, tehát 200 millió forint értékben aranyjal le van újra minden aranyozva, tehát nagyon szép lesz, és an, úgy a nézők, mint mi úgy gondoljuk, hogy egy, egy, egy igazi európai rangú intézmény lehetünk, és tényleg tudni kell, aki esetleg jár operaházakban, mint ahogy nekem ez megadatott, hogy ilyen színvonalú például fogadótérrel bíró operáz, nincs a világban. Tehát nincs, erre nem szerettek máshol pénzt költeni, Így Miklós meg úgy gondolta, hogy ez főleg hogy a reneszánsz házat hozott fel, a reneszánsz az opera idején még nem, helyesebben az opera, opera, műfaj, a reneszánszban még nem létezett, ez egy, ez egy korabarok műfaj az operái, ezért volt nagy trükk épülőtől reneszánsz házba tenni operát, viszont annak meg megvan mindig az a fogadótere, meg az a gyönyörű lépcsőháza, amit sehol máshol nem lehet megtalálni. Jó, lehet, hogy Párizs opera az, az hasonló eleganciájú, de Bécs, vagy a többi messze. De hogyha emljen. egy Párizsa mérték, akkor azért az nem annyira rossz Budapesti az szempontból. Rossz. tehát És az Ibül is láttam, mert az pár évvel a, a magyar előtti. Igen, szóval legyünk rá büszkék. És én, én egy ideig harcoltam az ellen, mert úgy éreztem, hogy a sznobériának nem akarok teret engedni, hogy, hogy van, aki az épületért jön. De, de most már úgy vagyok vele, hogy így megölegettem, hogy hogy jöjjön az épületért, ez hatalmas előny. Íbül Miklós nekünk készpénzt készpénz hagyott itt. Minden este egy jókor embertől meg azért fizet be az operába, hogy ott legyen, hogy lássa az épületet. És nekünk ez egy nagy, nagy esély, egy nagy szansz, hogy akkor olyat nyújtsunk, ami, ami a szünet után is ott marasztalja a nézőt. Nem menjen el a szünetbe, hogy látta, és az előadás még nem érdekes. Úgyhogy nagyszerű dolog ez, hogy Íbül ezt tette, az oldalt az Eiffelben pedig nekünk magunknak kell egy, egy épületnek történelmet csinálni, már itt operai történelmet, mert vasúti történelme van neki persze, és ott ott más típusú tömegnek kell a fejét elcsavarnunk az opera, meg a balett irányába. És akkor a harmadik láb, az Erkel Színház, az ugyanúgy megvan, létezik, 2013-ban nyílt újra, hogyha jól emlékszem, 2013 2013-ban nyitottuk ki újra, a igen. Hosszú idő után, és akkor az Erkel, amikor az opera megkapja a régi új funkcióját, tehát operaházként fog működni, akkor ez a régi század, utá, 19, tehát a 1900-as évek eleje időszakban, amikor a népi opera, nevezhetjük, népi opera? Vagy né, Tömegessé vagy, vált vagy, vagy igen, opera volt a helyszíne, ez meg lesz most is? Tehát, hogy nem tudom, drágább jegyel mehet az ember az operaházba, és olcsóbb jegyel, hasonló előadást az Erkelben? Hát ezt majd meglátjuk szerintem, mert most a, a, Covid, tehát a turisták lenullázódása és a, és a magyar operába járó polgároknak is a félelmei azért alaposan átrendezték a mi közönség kapcsolatainkat. Az operaház tartós kiesése a béletrendszerünket lőtte le, tehát újra kell ezt is építeni. Úgyhogy van itt most sok változó, azon kívül, most gondold el, az én gyerekkoromban 10,7 millió magyarról beszéltünk. Most itt jelenleg a magyar, a kismagyar területünkön élnek mondjuk 9 millióan, ugye ha levonom a 9,67-ből a külföldön lévőket, akkor nem voltak zárva, vagy nyitva a határok, amikor én gyerek voltam. Na úgyhogy lényegesen kevesebb a néző, rengeteg kütyű, kereskedelmi tévé, egyéb vonzerő van, ami az emberek figyelmét elveszi. Szóval nem egyszerű a helyzetünk, de az Erkel színházat kérdezted, nem akarom megkerülni a választ, szerintem ezt most meg kell majd látni, hogyha van két vadonatú játszóhelyünk, Operaház meg, meg az Eiffel műhelyház bánfiterme, akkor ez milyen mértékben tudja telíteni magát, és az Erkelt pedig én szívem szerint egy, egy olyan befogadó színházként hagynám meg, amilyen volt 1917-től 49-ig, 51-ig az operához csatolásáig, ahol akár opera is mehet, de ahol színvonalas, hiszen az egy nagy, nagy 1750 nézőhelyes, férőhelyes színház, eh, ahol, ahol eh, egy koncert pont úgy elférne, Mint Berlin, ahogy egy ákos müzikkel, volt vagy, is, igen. sikeres műzikerek, most a Puskást igen. játszottak ott az elmúlt időben, és, és eléggé sokan be is jelentkeznek, King Singers is lesz, úgyhogy az Erkennek egy, egy ilyen multifunkcionális Jövőt látok, mert aki operába és balatba de akar menni, az, az most már egy gyönyörű operázba és egy, és egy zseniális ejfelbe is tud majd menni. Na, kitértél már előbb a diótörőre, és én megemlítettem, hogy nem is néhány nappal ezelőtt írtál egy publicisztikát ezzel kapcsolatban. Nem is a konkrét példa érdekelne engem, hanem olyan megközelítésből, hogy a, a művész világban a politikai korrektség, az, hogy valaki mondjuk a politikai gondolatait felvállalja, az mennyire lehet kritika tárgya? Itt most konkrétan a te személyedre gondolok, mert hogyha azért valaki, nem tudom, mondjuk amikor kineveztek az operaház az igazgatójának, akkor egy csomóan csak amiatt támadtak, mert mondjuk nem tudom, a Hír TV-ben elmondtad a véleményedet, és még most egy csomó példát tudnék hozni. Ez mennyire van rendben, ez mennyire okés szerinted? Ez egy rövid menettel elrendezhető szerintem. Tehát amikor egy, egy politikai erő elindul egy választáson, akkor valamiféle értékrendszer mögé áll. Az is értékrendszer, hogyha az ember nem hisz értékekben. De ha hisz, akkor az egy még világosabb értékrendszer. És ha ez a politikai erő, jelesül a Fidesz, megnyeri a választás 2010-ben, akkor, akkor kinevezi a kormányt. Ugye azon nem csodálkozunk, hogy nem az ellenzékből választanak minisztereket, államtitkárokat. Tudom, hogy Egy a... Csoda meglepetés. Igen, mondjuk a brit ezt a... Fordít, Fordít, másként. másként. Hogy emlékszel a Yes Minister című sorozatra, ugye a, a britek ezt másképp csinálják, ott a, ott, ott az államtitkárig ezzel a miniszteri titkárig marad, ugyanaz a garnitúra. Hát nem tudom, egyébként pont a, min... a sorozat arról beszél, hogyan tudja egyébként megbénítani az új garnitúra életét, az, hogy marad az establishment, ami volt. Na mindegy, nálunk ez nem így van, illetve nyilván így van bizonyos szintek alatt, hát aki ért hozzá, az ott marad. De, de kultúrpolitikailag is vannak, hogy úgy mondjam, kormányzati funkciók. És, és a legnagyobb intézménye, az operaházé is ilyen, de a nemzeti Színháza is, és a műpályé is, még számos ilyen van. Van is egy ilyen, nem most olyan régi alapítású tanácsunk, a miniszterelnök úr hívta életre a, a Nemzet Stratégiai Intézményeket tömörítő tanács, és ebbe 17 intézmény van. Hogy <laughs> ezeket kik vezetik, hogyha éppen lejártak benne már mandátumok, én ezt fontosnak érezném, tehát az, az, az úgy fel egy, egy kormányváltásnál, hogyha a még élő mondatomokat kivárjuk. Egyébként a Fidesz is így tett. Szinetán Miklós 2001-ig volt, volt még Hiller Istvánék kinevezettje, tehát bőven belelógott az első Orbán ciklusba, hagyták, hogy megcsinálja. Nagyon helyesen tették. Na most <coughs> ez nem talált később viszonzásra. De, de szerintem így lenne helyes, és akkor innen, innen, talán mindenki megérti, hogy, hogy szerintem nem az a kérdés, hogy az illető, mondjuk például én, kire voksolok, ezt nagyjából lehet tudni, 1988-ban léptem be a Fideszbe, nem vagyok aktív Fideszes, de, de nyilván ez az oldalon állok, ez kétségtelen. De, de az a kérdés, hogy ha valakinek van egy irányultsága, amellett egyébként ahhoz értel, amit csinál. És szerintem ilyen, ilyen értelemben remélem ezt nem lehet rám sütni, illetve még egy fontos van, hogy az enyém egy kultúrpolitikai poszt is, de nekem az intézményen belül politizálnom nem szabad. És ez sose történt meg. Tehát ott belül már én nem tudom, nem is firtatom, és nem is szeretném megtudni, hogy a zenekaron belül ki hova, vagy az énekesek közül, balettosok közül ki hova húzza, mert nekünk ott nem az a dolgunk. Nem az a dolgunk, hogy aki a, a legnagyobb ugrást, vagy a legkecsesebb forgást tudja, az menjen előrébb, és a, és a magasztése attól függ, hogy hogy ki balra, ki jobbra tart. Úgyhogy én azt remélem, hogy a, hogy a belső békesség és a, és, a, és a, kormányzattal való jó viszony, ami egyébként intézményi érdek, ez maradjon meg, hogyha ezt az ember ízlésesen tudja balanszban tartani, akkor, akkor nem lehet haragudni azért, hogy én jobbra szavazok. Nekem is végül is vannak jogaim, nem? <laughs> ja, teljes mértékben. És említetted, hogy 88-ban léptél be a Fideszbe, mm. Most majdnem mondtam, hogy akkor még fiatalként, de nem akarlak, hát most is még azért. Akkor rendkívül fiatal voltam azért. Most is fiatalos Akkor van. fiatal voltam, mint te. Egyébként így van, igen, 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 hogyha jól számolom. Szóval, hogy tehát már fiatalon elkezdtél érdeklődni. <laughs> fiatalon elkezdtél érdeklődni a politika iránt. Egyrészt honnan a politikai indítatás és később ebből hogy lett annyira erős politikai indítatás, hogy politikai műsort vezettél, említetted már, hogy az első kormányban, mint tanácsadó dolgoztál, tehát hogy azért nyilván van, aki érdeklődik a politikai iránt, de mondjuk nem lesz politikai televíziós műsora. Amikor az édesanyámék elváltak, három éves voltam akkor, <coughs> akkor az anyukámmal a nagyszüleimhez költöztünk, akik akkor már nem a Reziben, ami azóta ráadásul Zala megye is lett, akkor még Veszprém volt, hanem, hanem, Veszprém kellős közepén egy, egy völgyben, egy patakpartján éltünk, ahol nagyjából semmi sem volt, csak villany. Ez fura, talán egy megyeszékely közepén, de így volt. De rendkívül jó volt a télni, gyönyörű kert volt, és egyáltalán szóval ide, paradicsomi környezet, és a nagyszüleim révén meg aztán tényleg. És ott élt velünk egy ötödik személy is, a nagybátyám, anyukámnak az öccse. aki, aki aki még mindig nem volt diplomás, de ő már technikus volt, vegyész technikus, beszélt németül, dolgozott Németországban, Kelet-Németországban is, és tulajdonképpen ő volt az én, hát nagybátyám volt, de tényleg olyan bátyám, kit is viselkedett, volt köztünk pedig 20 évkor különbség, és ő tanítgatott engem dolgokra. Mindig ment az Amerika hangja nálunk, valamiért blokkolták, egy komoly orosz vagy szovjet jelenlét volt a városban, a Szabad Európa nem szólt abban a völgyben, az Amerika hangja az szólt, azt, azt, azt hallgattatta velem kis totyogossal. Így, is... így, így már értem az egészet. Még, de, még, de még sok mindent kellett tudnom, az aranycsapat összehetetését is kellett tudnom, de az de, a, de, a, de a későbbiekét is, tehát Albert Florianékét is, és, és nagyon furán a nagybátyám tanult, maga tanult, ógörögül, Majdnem jól beszélt franciául is, teljesen magától megtanulva, úgyhogy, úgyhogy vele ott, és ő, és ő emlékszem, utálta, hogyha nem olvastam el a Mikes Kelemen könyvet, tessék, a néném leveleinél vagyunk már is. Szóval a magyar történelmi iránti érdeklődést ő keltette föl, rettetesen utálta a kommunistákat. Ugye az én nagypapám azért kulák volt, tehát de, de a nagyapám, akivel ez magával megtörtént, ő ezt csendesebben viselte. A nagybátyámat jobban bosszantotta. És így Hát az ember magába szívta ezt, aztán ez így megy tovább generációkon át. Ez pontosan, jól ismerem a nagyobbik fiadat, valóban így van. na, de ettől függetlenül még nem lesz valaki műsorvezető, arra nem válaszoltál. Figyelj, ez, az ezek... exhibicionizmus találkozik a közéleti érdeklődéssel. Hát figyelj, Dani, hogyha, hogyha arra van még, van még idő, úristen, <laughs> hogy van egy gyönyörű Jézusi példabeszéd a talentumokról. Az egész arról szól, hogy elmegy az úr, rábízza a kincseket, a talentumokat, ugye, amit ma már tehetségként fordítunk, de kincsként is lehet, különböző szolgáira, és az egyik szolga az annyira be van rezelve, hogy az elássa. Ő így vigyázza. Az úr visszajön, és van, aki a kettőből négyet csinált, van, aki a háromból négyet, de ő előhoz, és azt mondja, uram, itt van, Meg megőriztem neked, az egész megvan, semmi baja nem lett. És néz rá, és azt mondja, hogy te, te szolga És Jézus nagyon durva mondatokat mond neki. Tehát nem is értjük, hogy oké, okay, végül is megőriztenem. De azt mondja, hogy az ilyennek kinn a hideg űrben van a helye, és ahol nincsen már csak a fogak csikorgatása és jajgatás. Mit vétett ez a szolga? Ez a szolga azt vétette, és akkor most innen jön az én, hogy is mondjam, csak homíliám, hogy, hogy mindenkire rá van bízva valamilyen tehetség. És az egyik ember az úgy ápol beteget, ahogy te meg én soha nem fogunk tudni. A másik, előbb mondtam a takarítókat, nagy, nagy a takarítónő volt, van, aki úgy takarít, hát ezt pontosan tudja, aki megteheti, vagy meg muszáj tennie, hogy takarítónőt fogadjon, hogy, 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 hogy Kocsi Zoltán tudná zongorázni a különbséget, hogy ki hogy takarít. És van, aki meg műsort vezet, vagy más meg énekel, vagy, vagy sebész, vagy feltaláló. Hogyha ezt 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 a, ezt a talentumot valaki magában felfedezi, mert a Jóisten mindenkinek adott valamit, és bárhol adhatta, Máté Szalkán is, meg Veszprémben is, meg egy budai elegáns vilában is ott lett a tehetség, akkor ezt köteles magában fölismerni, tehet ezért a környezet is valamit, segítheti őt ebben, de ha fölismerte, akkor ezzel műve, ezzel tenni kell valamit, a többiek javára. Az nem úgy volt, csak így rejtegetjük, aztán izé. úgyhogy hát úgy látszik nekem, nekem ezt dobta a gép, de gép nincsen és dobni se tud, úgyhogy a jó Isten plántál belénk ilyen tehetséget, és tulajdonképpen mióta ezt így jobban átgondoltam, még kevésbé bírok haragudni embertársakra, mert egész egyszerűen, amikor azt mondjuk, hogy, a, hogy az Isten arcot látod a másikban, a, a, közben gondold bele azt, hogy te valamit, valami ez az ember annyira ért, hogy le tudná borulni a lába elé, hogyha olyan, olyan helyzetbe kerülnél, mert, mert csak ő tudott segíteni majd. És egy kicsit átvitt értelemben mi ennek a kvázi showbiznisznek a komolyabb vagy kevésbé komolyabb showbiznisznek a tagja is tudunk valamit, amit amitől másnak jó lesz. Vagy tudhatnánk valamit, amitől másnak jó lehetne. Vagy reméljük, hogy tudunk valamit, amitől másnak Igen. jobb. Viszont még az érdekelne, mert tényleg nem sok időnk maradt, hogy ugye... Még a beszélgetésünk elején említettem, hogy a, a cselekvő ember, aki te vagy, tényleg nagyon sok szertágazó dolgot. Tudom, hogy említetted, hogy oké, okay, hogy szertágazó, de mégis egy dolgot csinálsz, de azért abból a szempontból sok dolgot csinálsz, hogy ez rengeteg időt felemész. A családod és ez a sok cselekvés, hogy fér meg egymás mellett? Négy gyermek édesapja vagy, amely már önmagában azért azt kell, hogy mondjam, egy nagyon komoly feladat. Emellett, hogy, hogy tudsz a családodra időt szentelni? Nagyon nehéz, mert ezt a műsort pénteken délután veszük fel. <kül> Titkot mondtam el? <laughs> nem, nem, nem. Például most is velük lehetnék. De, mi, de köszönöm, hogy készültek. Ez egy álságos kérdés, mert olyankor kérdezed meg, amikor pont, amikor pont, miattam pont te majd. tehetsz arról, hogy nem lehetek velük. Ne haragudj, akkor getség getség is sem is igen, 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 igen. De ez tényleg így van. Közben az ember nem tudja persze, hogy mivel tesz jót, mert ezt majd otthon meg fogjuk nézni, ez alatt majd röhögni fogunk, és el fogunk kaparni az arcomat. És ez is egy jó pufa együttlét, tehát annyiféle formája van már ennek, igen, nagyon nehéz, mint a kiskutya odad a kerítésen, ha kívül van, ha belül, mindig ugat, átvágyik a másik oldalra. És sokszor érzem azt, vagy, és mindig úgy érzem, hogy, hogy amikor nem otthon vagyok, hanem az operában vagy máshol, akkor otthon lenne a helyen valóban. Gyereket felnőni, azt, azt nem lehet később látni. Én egy kicsit ezt az egész operai nagy megbízatást korán kaptam, tehát vagy, vagy, vagy később lettek gyerekeim, ez, ez össze is csúszik a kettő, tehát tehát operát igazgatni 50-60 plusz emberek szoktak. És ez most engem 40 évesen érte pont 40 évesen. És de ennek is meg tudnám mondani a, a, az értelmét. Tehát ahhoz, hogy az ember olyasmiket valósítsa meg, amiket generációk óta senki el sem mehet kezdeni, ahhoz lehet, hogy nem szabad 60 évesnek lenni, akkor az ember már egy másik életritmusban van, általában. De ha meg. Ha meg otthon vagyok, akkor is érzem azt, hogy de hisz nekem az előbb említett talentumok miatt is, meg a dolgai miatt is, nekem közben dolgoznom is kéne, persze dolgozom is, és nagy, azért nagy áldás az, amelyet hogy rettentesen nagy, nagy teher az egész digitalizáció, de azért az egy szuper érzés, hogy, hogy, hogy testben azért néha mégis úgy lehetek otthon, hogy a kezem persze jár, de adatok, ott meg tudom nézni a legkisebb lány mosolyát úgy, hogy hogy azért mégis ott vagyok, és ott írom meg azt a, azt a levelet, vagy azt az évadot ott szerkeztem meg mellettük, és, és akkor ez így, ez így, kicsit így pillanatokra úgy tűnik, mintha össze lehetne őket illeszteni. Szilveszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, viszont most már akkor menjen haza a családodhoz. Ilyen kedvesen <h Expert> még egy interjú sem ért <há pickle> Nagyon szépen köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Mi vagyunk a magyarok.